Körösladány önkormányzata lehetőségeihez mérten építi és javítja a település útjait pályázatok segítségével. Legutóbb 2,5 km járdát tudtak építeni összesen 6 szakaszban. Újladányt is érintette, és a település más részeit is, tehát meglévő járdákat újítottunk föl, valamint egy olyan új szakaszt építettünk, ahol még soha nem volt járda. A meglévő kerékpárunk utunkat tudtuk újra aszfaltozni. Minden évben tehát sikerül Körösladányban valamennyi utat megépíteni. Gyakran azonban az jelenti a problémát, hogy útpályázatok ma már alig vannak, tudtuk meg Körösladány polgármesterétől. Jövőre már teljesen meg is szűnik, és még sajnos van jó néhány földútunk. Az idén is nyertünk egyébként útépítés, a Vasút utca és Újladányban az Esze Tamás utca egy-egy ütemét tudjuk megvalósítani. Sajnos erre valószínűleg már nem fog sor kerülni az idejében, mivel a közbeszerzési eljárás olyan hosszadalmas, és a tél meg egyre inkább közelít, hogy ezt valószínűleg már csak a jövőben fogjuk tudni megoldani. Az önkormányzat folyamatosan kapja a bejelentéseket a lakosoktól, hogy hol lenne szükség az útépítés vagy a javítás. Körösladányban mindent megtesznek ennek érdekében. Bizonyíték az elmúlt 5 év, hiszen ez idő alatt közel 6 km utat sikerült megépíteniük. Ezt folytatni szeretnénk, de most már a szennyvíz beruházásig úgy tűnik, hogy kénytelenek vagyunk megállni, azért is, mert nincs új útpályázat. Másrészt legalább útalappal, akkor viszont a szennyvíz beruházás kapcsán szeretnénk ellátni valamennyi utat legalább majd útalappal. Útfelújítások voltak, de lesznek is a településen, csak úgy, mint az egyéb fejlesztések és beruházások, melyek a közeljövőben megvalósulhatnak Körösladányban.